Vanda kérésére felderítjük a finom és egészséges, útravaló harapnivalók titkát. Én személy szerint dietetikusként azért szeretem jobban az extrudált kenyereket a hagyományos kenyereknél, mivel alacsonyabb a kalóriatartalma, magasabb a rosttartalma, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, zsíradékot és alacsony a sótartalma. Az extrudált kenyereknek az a magas rosttartalma ez azért nagyon jó, mivel egy mérsékeltebb vércukor emelkedést eredményez, ami ugye cukorbetegeknél, inzulinrezisztenseknél, vagy akár az egészséges életmódot folytató személyeknél egy jótékony tulajdonság lehet már azért is, mert ugye később érezzük éhesnek magunkat, valamint ugye a rostoknak a számos pozitív tulajdonságunk van. Ilyen például az, hogy a vízben nem oldódó jelenlegi rostok ugye tisztítják a beleinket, csökkentik a koleszterin szintet, valamint az epesavakat is megkötik, így az is ürül a szervezetünkből. A vízben oldódó élelmi rostoknak meg egy olyan pozitív tulajdonságuk van, hogy ezek is később szívódnak fel a vékony bélbe, és elősegítik az emésztést. Most pedig megmutatjuk Önöknek, hogy hol, hogyan és kik készítik ezeket az egészséges finomságokat. Sajnos manapság nagyon sok különböző intoleranciában és érzékenységben szenvedő fogyasztóval ismerkedünk meg. Nekik próbálunk megoldást nyújtani abban, hogy különböző adalékanyag, tartósítószer, ízfokozómentes élelmiszereket állítunk elő, melyek egyébként különböző egyéb diétákba is beilleszthetők nagyon egyszerűen. Körülbelül 18-19 kilokalóriát tartalmaznak. A hagyományos kenyér az... Hát a 100 g-ra vonatkoztatva ilyen 250 kilokalória. Az extrudált kenyerek bármilyen alapanyagból, gabona alapanyagból készülhetnek, például kukoricából, rozsból, búzából, de manapság már olyan divatos gabonákat is használunk, mint lemmag, csiamag, köles, hajdina. Egyre többen döntünk úgy, hogy egészségesebb életmódra váltunk. A gépsorokat elnézve nem kell aggódnunk, hogy nem tudjuk pótolni extrudált kenyérkészleteinket. De vajon hogyan készül az extrudált kenyér? Tehát az extrudálás során az extrudált gép belsejében a gabona alapanyag egy rendkívül magas nyomású és hőmérsékletű térben keresztül sajtolódik át, és ezzel nyeri el a végén a gép belsejéből kijövő tészta végleges hálós szerkezetét, ami jellemző rá. A édesapánk volt az alapító, és a testem egyébként már 8 éve a cégnél dolgozik, viszont ő gyártással és logisztikával foglalkozott. Én viszont az előző életemben úgymond kereskedelemmel, értékesítéssel, úgyhogy nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást ilyen szempontból. Illetve én nagyvállalati multinacionális közegből érkeztem, ahol bizonyos jó gyakorlatokat el tudtam sajátítani, és lehet alkalmazni egyébként egy ilyen kis családi vállalkozásnál is. Az extrudált kenyereket számos módon el tudjuk készíteni. Különböző krémeket, felvágottakkal, sajtokkal lehet ezeket ízesíteni. Hogyha esetleg munkahelyre, ovis kirándulásra, vagy akárhova, hogyha magunkkal visszük, elkészítjük, kis zöldségekkel gazdagítjuk. Szalvétával becsomagoljuk. A zöldségeket külön ajánlanám így beletenni, már csak azért, hogy ne szívja meg magát, de hogyha egy szalvétába ezt becsomagoljuk, akkor kész is a szendvics, és indulhatunk a nyaralásra, kirándulásra.